Hát ugye nagyon sok Solymári előtt nem titok, hogy egy táncos házas párt mutattunk be most önöknek. Az az igazság, hogy én például barátaimtól tudtam meg, hogy milyen sok Solymári családnak a gyereke táncol a Cédrus együttesben, és hát ez amióta megint nagy divat táncolni az ifjaknak, és nekünk megnézni a pávát, meg mindenféle ilyen gyönyörűséget. Azért ez nagyon nagy öröm, hogy egy ilyen nem túl nagy helyen ennyi gyereket meg lehet mozgatni. El is terveztem még otthon, hogy majd megkérdezem. Azt olvastam, hogy legalább 120 fiatalt tanítotok. Nem. 400. Már 400-at, igen. Akkor el van maradva az internet. Hogy lehet ennyi csikót összefogni? Mi az a fegyelmezési erő? Mert azért emlékszik az ember, amikor kicsi volt, mondjuk én például tornáztam, meg kosaraztam pici koromban, mármint hogy általános iskolás koromban elég sokat. Hát azért ott kellett a fegyelmet tartani ahhoz, hogy összefogja az ember, illetve az ember tanára a népet rendesen. És akkor úgy elgondoltam, hogy adott esetben ketten, vagy esetleg segédekkel egy páran vagytok ott tánctanárok, és akkor ennyi gyereket összefogni, nyilván nincs ott egyszerre mindegyik, ezért nem kevés van. A táncpedagógiában ezt külön tanítják? Nem a táncpedagógiában tanítják. A titka a dolognak az, hogy élvezzék a gyerekek. És ha élvezik, akkor örömmel csinálják, és sokkal kevesebb fegyelmezési gond akad. Na de hát ezt magára az élvezetre is meg kell őket tanítani, mert nyilván nem amikor beteszi a kicsiny lábát a terembe, nem élvezi rögtön, hanem inkább talán fél. De mi arra törekszünk, hogy az első próbától kezdve élvezzék. Nyilvánvalóan a kicsi gyerekekkel, gyerekjátékokkal, nagyon sok játékos feladattal kezdünk. És nagyon hamar szeretnénk őket eljutatni abba az állapotba, hogy ő maga is élvezze, amit csinál, és szépen lassan építeni föl a terhelést, és aztán amikor már eladósorba kerülnek, és a Cédrus felnőtt tagjai közé tartoznak, akkor már kemény próbákat lehet velük tartani, mert akkor már annyira magukénak érzik a dolgot, és annyira élvezettel vesznek részt benne, hogy ez már akkor nem okoz problémát. Persze ahhoz, hogy ennyi gyereket összefogunk, ahhoz a munkatársainkra, segítőinkre, gyerekeinkre, úgyis gyerekeinkre, hogy a részben a saját gyerekeink, illetve akik felnőttek a Cédrusban évek alatt, jó néhányan eljutottak abba a helyzetbe, hogy ők maguk is taníthatnak már, foglalkoznak a gyerekekkel, és egy idő után a gyerekcsoportokat átadtuk nekik, természetesen betanítva őket, vagy erre a feladatra megtanítva őket, és most már a gyerekcsoportjainkat ők... A képzett táncosok, mint ahogy ti is táncművészeti főiskolát végeztetek, a három csemete, akik már nem egészen csemetekorban vannak, de ők is képzettek ilyen tekintetben is? Olyan tekintetben nem, hogy táncművészeti főiskolát egyikük sem végzett. Igazából nem is ez a célunk vele. Tehát az egész táncoktatást azt azért találtuk ki, azért szeretnénk, hogy továbbadhassuk a nemzeti kulturális örökségünket, hogy élményt adjunk a gyerekeknek, hogy segítsük őket felnőni és igazi emberré válni. És az, hogy belőlük ki lesz táncművész esetleg, az rájuk van bízva, nem ez a célunk elsősorban. Kicsit hasonlít ahhoz, amit Kodály tanár úr is mondott az énektanulásról. Az a lényeg, hogy viszont, énekelje az ember, de nem biztos, így van. Hogy viszont profi énekes lesz. A gyerekeink közül vannak, akik már nem csak a saját gyerekeink közül vannak, akik pedagógusok lettek, nem táncpedagógusok, hanem történelem tanár és hasonlók. Néprajzos is van köztük, de az élet különböző területein működnek, viszont mi a módszert is tanítottuk nekik, tehát azzal a tánctudással, illetve a próbákkal, amikor megtanítottuk őket a különböző táncanyagokra, akkor egyúttal módszert is tanultak, hogy hogyan lehet ezeket a táncokat szétbontani, apránként fölépíteni és átadni másoknak. Kérdeztem már egyszer Timárvöskét, amikor csak úgy kettesben pletykáltunk, hogy mit csinál a botlábú gyerekekkel. Mert azért emlékszik az ember, amikor bennünket táncot tanítottak, mert néhány fiú halára nevette magát az osztály, meg ehhez hasonló. És akkor az valami olyasmit mondott nekem, hogy botlábú gyerek náluk nincs. És ugye a csillagszemüvekről volt szó értelemszerűen. Nálatok van? Ha úgy nagyon komolyan nézzük a dolgot, nézed. akkor van, de valójában nincs. Én
hát már elég régóta művelem ezt a szakmát, és egyszerűen nem volt más tapasztalat, amit leszűrhetek, hogy bárki megtanítható. És ott kezdem mindig, hogy egy újszülött csecsemő arra kell biztatni, ugye, hogy álljon föl és tanuljon meg járni. De én hiába mutatom neki, hogy hogy kell járni, neki magának kell állni. Így van. Ugyanígy a beszéd. Tehát ő attól tanul meg beszélni, hogy látja a mintát, és megpróbálja utánozni, de magától. Tehát, hogyha valaki beszédhibás, akkor lehetnek mindenféle logopédusok, nem akarom lebecsülni őket, félrejtés ne essék. De elég rossz munkát végeznek mostanában. Maradjunk annyiban. Jó. És ugyanez érvényes az énekre, meg a táncra. Tehát, hogyha egy csecsemőnek a szülei kicsikorától, vagy netán még azelőtt elkezdenek énekelni, és ezt hallja a csecsemő, vagy hallja a magzat, mert hallja. Mostanában már tudjuk, hogy a magzat. Igen, akkor nem lesz neki idegen. És a táncmozgás se lesz idegen. Mindig el szoktam mondani ezt a példát. Széken, ma Románia, ugye egyébként Erdély, Kolozsvártól nem messze lévő, most már kis, hát nem is olyan kis falu, de falu, régen sóváros volt, kiváltságokkal. Nagyon jellegzetes a hagyománya, mert egy zárt közösséget alkottak. Nem akarom ezt nagyon taglalni. Volt egy ismerős család, ahova szívesen mentünk bármilyen alkalom kapcsán, és hát született egy kisfiúk. Pistikének hívták, 13 hónapos volt, és azt mondták neki, beszélni se tudott még, na tempózzál, Pistike. A tempó az ugye az egyik legényes táncszéken, a sűrű tempó, megkapaszkodott a járókába, hogy fölhúzta magát. Most nem állok föl, meg nem, csak így mutatom, hogy ezt a topozékolást, ezt kezdte csinálni. Igen. Tehát ez ilyen egyszerű, de hát végül is tényleg nem egyszerű, csak nagyfokú türelem kell hozzá, meg észre kell venni, hogy az egyik gyereknek vagy fiatalnak ez a erőssége, amaz a gyengéje, a másiknál pedig fordítva. És hát azért ez a tehetség dolog, ez valami csodaszala. Elnézte az ember a felszállott a pálát, meg korábban a gyárőpipálát, ezek a törpe kis legények és még törpébb kislányok nem akarja elhinni az ember, pedig már minden szempontból bebizonyosodott a másik területre, mondjuk a virtuózok tehetségeire gondolunk, hogy egyszerűen akinek az Isten tehetséget ad, az majdnem készen születik, és ez egy elképesztő dolog. Ez így van, ez így van. Én is azt akartam mondani ebben, hogy bárkiből aztán ilyen olyan szuper táncművész, vagy mit tudom, zenész lesz természetesen, de a lényeg az, hogy nem megtaníthatatlan és nem megtanulhatatlan ez a dolog. Az a szerencse él bennünket mostanában, talán mert már én is abban a korban léptem, hogy egyre többen érdeklődnek ilyen szeniorkorúak, hogy milyen jó lenne egy kicsit megtanulni táncolni, és akkor hát és különböző... a társas tánc is fellendült, azt olvasom mindenhol. Hogyne. Hát ennek az az oka, hogy az internet az nem egy közösségi kapcsolatteremtő eszköz vagy magános alkalom. Magános emberek szórakozása. Igen. Lehet csetelni, meg nem tudom micsodálni. De minek? Csak nincs mögötte tartalom. Menjünk egy kicsit vissza az időben, vagy visszafelé menjünk az időben. Zoltánt azért is kell körbe csodálni, mert ő még látta belülről a balettintézetet, ami azóta ott áll romja. Én ott tanultam. Igen, ez úgy történt, hogy igen, hogy én nem végeztem táncművészeti, most már egyetem, akkor még főiskola volt, hanem engem megkértek, hogy ott tanítsak egy évfolyamot, pont beálljék évfolyamát. Ennyi. A dolog az felemás, ugyanis nem azért vették föl, mert én már ott voltam, hanem engem vettek föl, mert ő ott volt már. Nem azért, de minden. Igen. Majd kiegészük.
Timán Sándor és György Falvai Katalin két akkori legjelesebb tánc művész koreográfus volt az évfolyam vezetője annak, amit beelkezdett. Ez egy akkor induló táncpedagógus képzés volt. Mert addig néptáncot ugye... Ez a pedagógus képzés, ez már érettségi után. És akkor a kollégák közül sokan jelentkeztek oda, csak hogy egyet-kettőt mondjak, Mihály Gábor, aki most a Magyar Állami Épületes Művészeti vezetője. Román Sándor az Experidenzből. Timár Böske, Csillagszemi. Igen, egy ilyen jeles társaság volt, és Timár Sándor egy idő után nem akarom igazából, nem is tudom pontosan megítélni, hogy miért azt mondta, hogy ő nem folytatja tovább. Ez a második év. Igen, a harmadik év folyamán. Hát esetleg elfáradt. Az is lehet. És akkor javasolt engem, hogy akkor én folytassam azt a munkát. Valószínűleg azért is, mert hát előtte hosszú időn keresztül táncosa voltam, illetve kollégák is voltunk a Bartok Együttes művészeti vezetésében, és én tudtam, hogy ő mit végez és mit akart, meg is beszéltük, és hát én próbáltam azt folytatni, ilyen 4 éves oktatás keretén belül a második év után, tehát a harmadik évtől bármit változtatni az egy nagy tévedés lett volna, úgyhogy így befejeződött ez a az évfolyam, elvégezték. De diplomát kaptam. És hát igen, nem én voltam a tanára. Hát a tanára voltam, de a hogy hívják ezt? A főelbíráló. A vizsgabizottságot, vagy mi volt? Nem tudom. Dr. Pesovár Ernő volt az elnök, aki... Ősek is név. Igen. De a vizsgáim úgy zajlottak, hogy széles papi segédlettel, mert ugye az évfolyamról minden tanárnak jelen kellett lenni, az évfolyam vezetőnek, mert hát nyilván nem vizsgázhattam a saját férjemnél. Ráadásul Flóra lányunk, ő a második gyermekem, 1990-ben született, ez pont ebben az időben volt, úgyhogy volt olyan... Ráértél tanulni, mert otthon voltam. Volt olyan vizsgám, éppen táncírás vizsga, ami hát nem tudom, hogy mennyire ismert előttetek, hogy a táncnak is van egy írásos formája. Szép magyar szóval kinetográfia. Igen, kinetográfiának hívják, és ebből a kottából táncolni is lehet, tehát ezt ugyanúgy lehet olvasni, mint a zenei kottát, csak persze sokkal bonyolultabb, mert ha az ember belegondol, az emberi test az egy egész zenekar gyakorlatilag, tehát ha külön-külön testrészeket nézzük, akkor mindenki egy szólamot. És kottát is le kell táncolni. És akkor pontosan így szólt a vizsga, hogy egyfelül írni is kellett, tehát lejegyezni is kellett dolgokat, de a kezünkbe kaptunk egy kottát, és akkor tessék letáncolni, ez volt a táncírás szigorlat. És hát ott én már bizony ekkora pocakkal, kolotaszegi legényes táncoltam a kottából. Jó, hogy a gyerek nem jött egy kicsit korábban. Igen, de sosem tudtam elképzelni egyébként, hogy nem olvastunk ilyenről, hogy mondjuk a balettintézetben vagy a néptánc szakon, hogy zajlódik le egy vizsga. Menjél ki kisfiam vagy kislányom és a apjál egyet, vagy egyáltalán hogy van? Külön feladatok vannak. Mindenféle több ágazatból. Igen. De azért az nagyon jó ötlet volt, nem? Hogy a néptáncot bevették a balettintézeti. Hogy ne. Ez nagyon jól is indult, mert a György Falvai Kati és Timán Sándor pontosan meghatározták, hogy mi legyen a tematikája. Igazából ők ketten a középiskolai szakon kezdtek tanítani, csak aztán ez átcsúszott ugye a pedagógus képzésre. És amikor mind a ketten ott hagyták, akkor már egy kicsit, hát nem akarok rosszat mondani, de más irányba indult el a képzés, és hát azt kell mondani, ez minden tekintetben, vagy ha nem kiemelkedő emblematikus személyiségek tanítanak vagy vezetnek, akkor nem lesz a diák se olyan.
Jó, hát ez a történelemre, matematikára, mindenre, művészetekre különösképpen. És amikor olyan nagyon-nagyon sokat írnak mostanában, bár egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek, hogy egy olyan kutatást végeztem nemrégiben, most fejezem be lassan, ami az 1988-89-es esztendőnek, ugye a rendszerváltást előkészítő esztendőnek a megkutatását jelenti rádió műsorokat illetően. Nos, akkor is már tele volt panasszal, pedig most mennyire szídják ugye az aktuális kormányt, hogy az oktatás így meg úgy meg nem jut rá pénzt. Tele voltak a műsorok azzal, hogy az oktatásunk az a béka feneke alatt, és rettenetes az egész úgy, ahogy van. Tehát a sírás, zokogás az azért jó meglévő politikai célzattal az mindig is tulajdonsága volt a magyarnak. Nem feltétlenül, hogy 100%-ig komolyan kell venni, de a pedagógus képzést azt ugye nagyon komolyan kéne venni, mert szerintem egy jó tanáron múlik az ég egy adta világon, minden, még a diáknak a lelki világa is. Hogy erre is nagyon sok példát lehetne mondani. Ugye itt, amikor Solymáriakkal beszélgetünk, akkor mindig az első kérdés az szokott lenni, hogy hát hogy kerültek Solymárra. Ugye van, aki őslakosnak számít, van, aki bevíró, betelepedett, és a többi. Hát nem árulok el nagy titkot, előzetesen beszéltem ugye Beával, és megkérdeztem, hogy ki honnan jött, és azt hiszem, hogy a régi fogalmak szerint a létező szocializmusban a Zoltán az egyik legfiatalabb ember, aki disszidált. Mert ő Kárpátalján született, és ha jól emlékszem, akkor ugye azt mondtad, hogy körülbelül 2 hetes korában került át Magyarországra. Magyarországra. Ha érdekel bárkit is, ezt részletesebben ki tudom fejteni. Igen. Ki döntött így a családban? A háború döntött így. 44. szeptember 29-én láttam meg a napvilágot. Salánkon, ez egy kárpátaljai község, ahol édesapám volt a jegyző, és ő akkor került oda, mikor a első bécsi döntés, vagy a második? Az a 38-ban volt az első bécsi döntés. Akkor, igen. Tehát amikor azok a területek visszakerültek, igen, Magyarországhoz, mert előtte sem Magyarország volt, hanem... Mint tudjuk, Trianonnak hála. Csehszlovákia, vagy Csehszlovákia. Volt az már szegények, igen, minden, igen. Volt. Most Ukrajna. No, ott felépítettem a kis életét, családját. Én a harmadik gyermekként születtem, 2 nővérem. Van a fiatalabbik, ott született a legidősebbik, még a mostani Magyarország területén. Jó, a lényeg az, hogy hát 44-ben, ott már szeptemberben, ott már nagyon közel volt a front, már lövöldöztek, minden egyéb volt, és mint közigazgatási alkalmazott, ő hivatalból közölték vele, hogy nem maradhat, tehát át kell települjen Magyarországra. Hát apám a maga böcsületes magyar tulajdonságának köszönhetően nem jött velünk, mert ő a községnek az iratait és minden egyebeit még biztonságban akarta helyezni. Minket fölpakolt arra a katonai szerelvényre, amelyik utolsóként jött Magyarország fele. Ott kaptunk egy vagont, és akkor amit lehetett oda bepakolni, és... Hol álltatok meg? Hát több helyen, mert... Budapest... Azt hiszem, hogy a keleti pályaudvarnak a külső részén, de menet közben több helyen, mert nem egyszer előfordult, hogy megállt a vonat, és akkor kiabálták a vasutasok, hogy mindenki szálljon le be az erdőbe, mert bombázzák a vonatot. Édesanyám fölnyalábolt engem, a húga, aki szintén jött velünk, megfogta másik egy gyereket, leszálltak be az erdőbe, és akkor nem lőtték szét a vonatot. Ellenben nem sokára kiabáltak, hogy vissza a vonatba, mert lövik az erdőt. Tehát ilyenek előfordultak, és hát a mai napig hát szegény szüleim már egyik sem él, de nem tudom fölfogni, hogy ezeket hogy tudták elviselni.
átélni, elviselni, igen, feldolgozni. Nem és lehet. Hát nagyanyám meg a édesanyámnak a húga elbeszéléseiből annyit tudok csak, hogy édesanyám teljesen nyugodt volt, nem kapkodott, nem sikítozott, fogta a csecsemőt, leszállt, majd visszaszállt. Lehet, hogy azzal a nyugalommal, hogy most az ember, így van, mit csináljunk. Hogy most úgyse tud más tenni, legalább akkor engem ne háborgasson ez a helyzet. Én meg végig aludtam, tehát nem sokat tudtam róla. Igen. Társalogni a helyzetről, az biztos, hogy nem. És akkor, ahogy Budapestre érkeztünk, ott pedig az ottani állomás főnök kiabált, ordított, hogy most mindenki azonnal menjen innen, mert pillanatok alatt szétbombázzák az egész állomást. Elmentek valóban a édesanyám bátyjának a segítségével, és valóban szétbombázták az állomást utána. Hát addigra aztán... már fél Magyarország szétbombázva, bombázva, és debreceni állomás, azóta sincs megcsinálva egyébként. De most már hát, lesz. Így jöttem én messziről, de van ennek egy utó vonatkozása is, vagy élete. Mondtam, ugye, hogy édesanyám nem jött velünk, ő akarta biztonságban tudni az anyakönyvet, nem tudom micsodákat, és akkor, amikor én születtem, akkor ugye ő a saját gyermekét, anyakönyvét nem írhatta alá, mint jegyző, hanem el kellett volna menni a szomszéd faluba a másik jegyzőhöz, hogy ő. De erre nem volt idő. Ezért aztán a... Hiányos az anyakönyved? Nem hiányos, hanem nem volt. Ja, nem volt anyakönyvem. Nem volt anyakönyvem. A mai napig nem tudom, hogy amikor elértem a 14 éves életkort, akkor én hogy kaphattam személyigazolványt, ugyanis még akkor sem volt. Illetve, bocsánat, azért korrigálom, azt hiszem, hogy akkor kérték meg Kárpátaljáról, kár, hogy nem hoztam el, érdekes olvasmány, ugyanis kétnyelvű, orosz és ukrán nyelvű anyakönyvi kivonatomban. És magyar nincs benne. Magyar egy szó sincs benne. Ugyanis akkor ők már csak ilyet tudtak írni. Cirill betűkkel azon beírva, hogy Varga Zoltán Bertalanovics. Ugyanis édesapámat Bertalannak hívták, és hát a névadás szokás az náluk ilyen. És születtem Zakarpátszkája Oblaszt. Ez azt jelenti, hogy Kárpáton túli terület, tehát ők onnan nézik, ugye? Igen. Moszkva felől, és az bizony túl van a Kárpátokon. És hát Bea egyszer csak rám szólt, de már jóval ezután, már jócskán építettük a saját életünket, hogy mi az, hogy a te útleveledben, meg a személyigazolványodban azon beírva, hogy a Szovjetunióba születtél. Ugyanis ez alapján, ugye nekem azt írták be, hogy én a Szovjetunióba születtem. Nem a helység nevet, ugye? A helység név az ott volt, de az a Szovjetunió. Hát az ország, igen. Hát azt mondtam, hogy a személyigazolvány le van sajnálva, még most is azon beírva, de az útlevelemben azért már nem mindegy, mert hogyha én járom a nyugati országokat, és meglátják, hogy én a Szovjetunióba születtem, akkor másképp kezelnek, mint... A momentán egy fokkal jobb, mint ha Arábiába, de igen, minden esetre tudott volna okozni némi bonyodalmat, és ez milyen furcsa, ugye a két élet, az egyik arra jött be egészen másonnan, és a te családod is ugye elég szép varga betűkre kényszerült, különösen ha egy-két nemzedéket vissza megyünk, és ha jól emlékszem, ugye talán jól emlékszem, hogy idézőjelben mondom a természetesen, de természetesen svábvér is van benned. Meg még jó sok más. Ki tudja még. Ki tudja, igen. Hát az én családom, illetve a Zoli családja is, meg az enyém is tipikus kelet-közép-európai család, akik ugye a falujukból ki sem mozdultak, de 3-4 országban éltek. Folyamatosan költözködtek. Az én édesapám Bukovinában született, Isten segíts községben. Úgyhogy én a legkisebb nemzeti közösségnek a tagja vagyok, vagy a leszármazottja vagyok, a bukovinai székelységnek, akik ugye 41-ben Bácskában, 44-ben pedig Bácskából Magyarország mai területére, Tolnába, Baranyába.
települtek. Az első, őket pontosabban. Hát az első áttelepülés az a saját akaratukból történt, ugyanis nagyon röviden, nem akarom hosszan, mert erről egy külön délutánt, illetve estét is elbeszélgethetnénk, de ugye ők 1764-ben a Madéfalvi veszedelem idején, nem ők, hanem az ő őseik, Madéfalvi veszedelem idején kényszerültek először menekülésre, először Moldvába mentek, majd letelepítették őket Bukovinában, ott 5 magyar falu volt, és a magyar közösségtől elég elzárva ez az 5 magyar falu próbálta megőrizni a magyarságát, és hát úgy érzem, hogy ez sikerült is, mert itt vagyok. és mindig az volt a céljuk, meg a vágyuk, hogy bejebb kerüljenek Magyarország belső területeire. És hát aztán pont a háborús idők szeleit kihasználva tulajdonképpen kormányprogram volt, hogy a bukovinai székelységet Magyarország belső területeire telepítsék, és akkor mind az 5 magyar falut vonatra rakták, és fölkészülve rá, annak rendje és módja szerint átjöttek volna, de hát akkor ugye Bácskába költöztették őket az onnan elűzött szerbek helyére, ahol változott a front, 44-ben félreverték a harangokat, és amikor már fölépültek az új házak, és már elkezdték a saját életüket, akkor fél óra alatt mindent vonatra, szekérre kellett rakni, és neki a világnak, azt se tudták, hogy hova. Így kerültek 44-ben, aztán Tolna és Baranya megyébe, ahol milyen a sors, az onnan kitelepített németek helyére költöztették őket. És ha megengeditek, ha valaki meg akarja érteni a magyar történelmet, fel kell kötni a nadrágját. Ha megengeditek, én felolvasnék pár mondatot. Ez a Lőrinc Imre, a bukovinai istenségistől a Völcsényi Majosig, ő a nagyapám, édesapám édesapja. Ő egyébként asztalos mester volt és földműves, és az ő családja is nagy részben benne volt ebben a, itt a táskam, a szemüvegemet légy szíves vett ki belőle. Én azért tartom ezt itt nagyon fontosnak pont Solymáron elmondani, mert hát ugye tudjuk a solymári németség sorsát is, ami pontosan ugyanilyen tragikus, és hogy ezt hány és hány népcsoport élt át ebben az időszakban, ezért mondtam szintén, hogy a kelet-közép-európai családokhoz hasonlóan. Ő arról ír pár mondatban, amikor letelepültek Majoson. Egy német család, Mus Henrik és felesége házába, ahol szintén nem is tudom, talán 5 gyerek volt, azt írja. Akkor elmondtam nekik, hogy mi is elhagytuk a házunkat, először Bukovinában, másodszor pedig Bácskában. Én tudom, milyen keserves házat építeni, mert én is sokat kínlottam, amíg felépült a bácskai házam, és pillanatok alatt ott kellett hagyni. Erről mi nem tehetünk, ha így hozta a sors. A madéfalvi veszedelemkor az őseink a németek elől ki kellett bújdossanak a hazájukból, most itt vagyunk mi, és maguknak kell elbújdosniuk. Erről nem tehetnek sem maguk, sem én nem tehetek semmit. Akkor az asszony, Kati néni sírva fakadt, meg az embernek is potyogni kezdtek a könnyei. Én sem álltam meg sírás nélkül. Erre azt mondta Henrik bácsi, akkor költözködjenek be. Ennyi volt a honfoglalás. És akkor egy pár évig ott élt a két család együtt. Én őrzöm Henrik bácsi székeit. A nagyapám idős korában megkérdezte, hogy mi az, amit szeretnénk az ő bútoraikból, és akkor én elhoztam a székeket, és azóta is ott van Mus Henrik bácsi széke. Hát ezt csak azért mondtam el, mert azt gondolom, hogy a bajt, azt általában a nagy politika csinálja. Az Oszd meg és uralkodj, az fantasztikusan működik. Folyamatosan, és én úgy érzem, úgy gondolom, hogy nekünk kell nagyon okosnak és bölcsnek lenni, amikor ezt a megosztó politikát látjuk, és nem szabad fölülni annak, hogy részei legyünk. Én úgy gondolom, minden megfér. Nagyon abból a gondolatból, de hogy senkivel nem bántak el egyelőre a világ történelmének az ismeretében. Nem mi jelentjük ki, hanem ugye Trianon után nagyon sok vezető politikus a világnak kijelentette, hogy senkivel nem bántak úgy el, mint a magyarokkal Trianonban, de azért azóta annyi minden változott, csak a mi helyzetünk nem, és még mindig azon kell dolgozni, idézőjelbe téve, meg valóságban is, hogy mondjuk csak egyetlen egy példa, mert erről lehetne órákig beszélgetni, hogy nem tudunk kísérni egy autonómiát egyetlen egy határon túl rekedt magyar népcsoportnak se, ami hát azért egészen elképesztő európai szemmel nézve is, tehát ha az egész kontinens dolgát nézzük.
De mindegy, érdekes a világ, úgy érdekes, ahogy zajlik, csak néha túlságosan zajlik, ami azt illeti. Egy picikét visszaugrunk a táncra. Még egy pillanatra visszakérném a szót, mert a családom másik oldala is nagyon fontos. Említetted, hogy talán svábbér is folyik az ereimben. A másik nagypapámat, az édesanyám édesapját Bájer Lászlónak hívták, orvos volt. És ő pedig Budapestről, budapesti család voltak, és megnősült, baranyai lányt vett feleségül, és Tolna megyébe Bonyhádra költöztek, ott volt ő körzeti orvos nagyon sokáig, nagyon szerették, és hát ott születtem én is ezek után, mert ugye ott éltek a bukovinai székelyek, az édesanyám ott nőtt föl, és ők az iskolában ismerték meg egymást, hiszen édesapám festőművész és rajztanár volt, édesanyám énekzeneszakos tanár, és az iskolában megismerve egymást. Volt kitörölni a művészi hajlamot, úgy látom. Nagy szerelemre lobbantak, és én ott születtem meg. Aztán másfél éves koromban el is jöttünk onnan, viszont a nagyapám révén természetesen német vér is csörgedezik az ereimben, úgyhogy azt gondolom, hogy én is egy olyan minta vagyok, mint a nemzettársaim közül, szinte valamennyi. Egyébként Solymárra hogy kerültetek, tehát hogy futott ide az út? Ez 1979-ben volt, amikor... Akkor kezdődött, igen. Dr. Antal Tibor körzeti orvos volt Solymáron, sokan gondolom, hogy emlékeznek rá. Na, ő az édesapámnak unokatestvére, ő is bukovinai székely származású, és ő adott hírt arról, hogy ők itt éltek, ugye, és hogy Solymáron parcelláznak telkeket, és hogyha úgy gondoljuk, akkor jöjjünk ki, nézzük meg, mert milyen gyönyörű helyük, mennyire szeretnek itt lakni. És akkor kijöttünk az édesapámmal, fölmentünk az Anna Kápolna fölé a domboldalra, ott egy darab ház állt akkor. Leültem, ott azon a helyen, ahol most a házunk áll, a kiskevés, a nagykevés és a pilis volt szemben velem, azt hiszem, hogy naplemente volt, de nagyon szép színek és fények voltak, és azt mondtam, hogy én itt szeretném fölnevelni a gyerekeimet. És akkor még nem volt egy se? Nem, hát akkor voltam 19 éves, ja, akkor érettségiztem éppen, és akkor sikerült ezt a telket megvásárolnunk, és hát... Utána hosszú évek teltek el, hogy házat építettünk, és gyerekeket neveltem, de való igaz, hogy itt neveltem föl a gyerekeimet. És én azt szoktam mondani, amikor kérdezik, hogy kerültem Solymárra, hogy nekem választott hazám. Elég sokaknak mostanában egyébként, ami azt illeti, de itt nyilván nagyon sokan tudják, hogy te az önkormányzatnak a kulturális bizottságában oktatási, kulturális és művészeti, vagy micsoda. Most közművelődési bizottságnak hívják éppen. Na szóval annak a tagja vagy. És ugye eszembe is jutott, hogy egy ilyen végül is vegyes összetételű, ma már teljesen vegyes összetételű faluban egy pontosan a kultúrát irányítandó nem lehet túl könnyű dolog. Szóval minden népcsoportnak vagy rétegnek megfelelni, illetve vigyázni az arányokra, mert nagyon egyszerű, ahol teljesen egynemű a lakosság, de hát itt sose volt, és hát ahogy látom az ideköltözőket, akiknek száma egyre csak szaporodik, és most már akkora lesz lassan Solymár, mint Budapest, meg összenő majd Szent Ivánnal, meg mindenkivel összenő, aki ezen az úton van, de Pestről is 100 méterre vagyunk egymástól, és azért az egy emberpróbáló feladat lehet, ahogy én elgondolom, már nem tudom, te tudod. Hát valóban nem könnyű feladat. Egyfelől nekem nagyon nagy megtiszteltetés, és ezt azt hiszem a Céldusnak is köszönhetem, meg a itteni munkásságunknak, hogy ebbe a helyzetbe kerültem. Én vagyok az elnöke a Közművelődési Bizottságnak, most a második ciklust töltöm. És én azt gondolom, hogy és ezért is beszéltünk egy kicsit a családi hovatartozásomról, hogy ez hozzásegített ahhoz, hogy a családom is ennyire sokrétű és sokféle ága van. Társadalmi szempontból is, meg nemzetiségi hovatartozás szempontjából is. Tehát én azt gondolom, hogy a sokféleség az egy gyönyörű dolog. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez nagy békében van együtt. Nagy de békében. Amikor embereket kell irányítani, akik különböző csoportokat alkotnak, az már biztos, hogy néha nem teljesen békés tud lenni legalábbis, ahogy az ember olvad. Ezt inkább én tudom. Nem? Ja, hogy rajta csattan az ostor. Nem, én azt gondolom, nem csattan, de hallom. Azt gondolom, hogy Solymáron egyfelől nyilvánvalóan rendkívül fontos a solymári német nemzetiségi kultúra,
megőrzése, továbbadása, ápolása, igen, többek között itt is, meg a különböző csoportokban. És azt gondolom, hogy ezt feltétlenül támogatni kell egyfelől. Másfelől azt is tudomásul kell venni, és ezt az itt lakó németeknek is tudomásul kell venni, hogy ma már Solymár 11 ezer fős település. Tehát azt gondolom, hogy mindenkire szükség van, hogyha itt egy szép települést szeretnénk tovább építeni, és együttműködni, akkor mindenkire szükség van, aki hajlandó arra időt és energiát áldozni, hogy a közösség érdekében tegyen valamit. Éppen ezért azoknak az igényeit is figyelembe kell venni, akik betelepültként jöttek ide. De én úgy érzem, hogy ezt elég szépen sikerül itt megoldani, ha a művelődési ház változatos programjait, Bauernhaust látja az ember, a különböző csoportokat, hát széles az országban, azt hiszem, hogy nagyon kevés település van, aki ennyi kulturális csoportot mondhat a magáinak, és ennyi pénzt költ az oktatásra, úgyhogy illetve a kultúrára és az oktatásra is. És ezt én nagyon köszönöm a képviselőtársaimnak is, akik nyilván azt gondolom, hogy ezért van valami szerepem abban, hogy ennek a fontosságát képviselni tudom, de hogy ők abszolút partnerek ebben. És ennyi tapasztalat után, meg munka után, hogy ugye profitáncosként utána meg oktatásban, balettintézetben dolgozni, honnan volt bátorságotok a Cédrust megalapítani, amiről egyébként itt is ül két barátomnak a lánya ott táncikál, és mindig elragadtat. Nem tudtam, hogy meg foglak majd benneteket ismerni, de mindig nagy elragadtatással meséltek arról, hogy milyen jó munka folyik ott, és hogy a gyerekek mennyire szeretik, mert azt hiszem az utóbbi a leglényegesebb. Szóval hogy volt bátorság? Ki adta az ötletet, vagy egymást inspiráltátok, vagy egyáltalán mi volt az a pont, amikor azt mondtad, hogy belevágunk. Valójában kaptuk az ötletet, mert a művelődési házban most már nem dolgozik, ugye? Ági. A Marlok Ági. Most ment nyugdíjba, ha jól emlékszem. Nyugdíjba ment. Ő szólított meg bennünket egyszer avval, hogy hát itt lennének gyerekek, meg igény arra, hogy magyar néptánc legyen, és hallott, hogy hát mi ezzel foglalkoztunk, nem lenne kedvünk. Lehet, ugyanis előtte különböző együtteseknél dolgoztam én, jó magam, mint koreográfus, művészeti vezető, és volt egy nagyobb projekt, Fulton a Károly István gyermekközpontban most már, akkor még gyermekváros. Bocsánat, én ott nőttem fel, mert igen, ott tanítottak a szüleim. Hát Fulton? Igen, Fulton gyermekvárosban. Ez a hivatalos gyermekvárosi funkció kezdett ugye akadozni, meg csődbe menni, inogni, akkor kellett valami oktatási programot kitalálni, és ott volt egy ragyogó pedagógus gárda, meg egy infrastruktúra, és hát a fölülről azt az ukázt kapták, hogy legyen a szakközépiskolából, ami több óvónőképző. Óvónő, meg volt ott autószerelő, meg ilyenek, ahelyett legyen rendőrképző. Hát most ettől aztán borsozott mindenkinek a háta, és mivel a pedagógus gárdának egy jó része eleve foglalkozott népművészettel, szövés, kerámia, ének, tánc, minden volt tulajdonképpen, hát akkor azt mondtuk, hogy jó, próbáljunk ki egy népművészeti szakközépiskolát. Na most ez így egyszerűen hangzik, de hát azt se tudtuk, hogy mi fánterem ez, mert nem volt még erre példa. És akkor septibe össze kellett állítani egy tervezetet, tantermű, minden. És így voltam, hogy az ottani gyerekekből, tehát a nem, hanem akkor függetlenül, tehát ahol... Ez a bizonyos szakközépiskolai struktúra, ez már független volt. Uh-huh. Tehát ottani gyerekek is bárki jelentnek. Így van. Hát elég szoros munkával, éjszakákat is kihasználva elkészült egy tanterv és egy koncepció. Hát volt ilyen vastag, körülbelül nem tudom, ilyen több száz oldal, és időre be kellett adni a akkor oktatási minisztériumból, talán
András Falvi, kulturális rögtön, uh-huh. András Falvi Bertalan volt a miniszter. De ez ugye MDF idő, a igen. 90 után. Ez 92-ben uh-huh. volt pontosan, és hát a gyermekváros vezetősége részéről nagyon vontatottan ment a dolog, kellettek ugye a másolatok, és hát nekünk nem volt otthon semmilyen. A irodából laponként hozogattuk el gyorsan. A saját munkánkat. És tényleg szorított a határidő, mert ahhoz, hogy a következő évben esetleg elindulhasson, valamikor december, nem tudom, meddig be kellett ezt adni. És azt már láttuk, hogy a hát akkor még ilyen maradvány pártállami vezetősége volt a gyermekvárosnak, hogy ők ezt nem fogják időbe beadni. Kiloptunk egy másolatot, és akkor be a édesapja, meg jó magam is, jó ismeretségben voltunk András Valvi tanárúrral, és fölhívtuk, hogy tudná-e bennünket fogadni. És akkor mondott egy időpontot, hogy nem tudom, december 8-án, 1 óra és 1 óra 8 perc között, mert akkor van a parlamentben ebédszünet, és mert különben a költségvetések akkoriban abban az időben tárgyalódtak, és nagyon keményen. Most sincs ez másképp. Hát nincs másképp, csak nem annyira az év végére. Ja. Tolódik. Berohantunk vele, és én csak annyit mondtam neki, hogy ezt átadjuk, nagyjából elmondtuk a koncepciót, csak azt kérjük, hogyha bekerül a hivatalos kérelem a gyermekváros részéről, akkor valamelyik fiókban ne kalódjon már el. És hát ennyiben maradtunk, tudomásunk szerint nem került be a hivatalos kérelem a gyermekváros részéről, majd egyszer csak valamikor a következő februárjában kaptak egy levelet, hogy engedélyeztük az iskola indítását. Jó, később, mint soha. Igen, de akkora meglepetés volt, mert nem tudták, hogy mire föl. Hát ott volt a másod példány, és András Valvi tanárnak annyira tetszett a dolog, mert hát egy ilyen komplex népművészeti oktatásra alapoztuk, tehát nem csak tánc volt abban, kézművesség, sok minden, és valóban nem volt még ilyen az országban. Úgyhogy így indult el az iskola, és 93-tól 5 éven át, az 98, voltam én a szakképzés vezetője, Bea is egy jó darabig, de aztán itt a gyermekek. Pontosan dolgom akadt a harmadik gyermekemet, éppen akkor igen. vártam, aki 96-ban született, és már itt Solymáron, úgyhogy ő tőzsdőkeres Solymáron. És hát mivel, hogy itt laktunk, nekem innen Solymáról kellett fótra járni, reggel 8 órát kezdeni, és hát egyre katasztrofálisabb volt a közlekedés. Árpád híd akkor még nem volt, Megyeri híd. Most hát is elég katasztrofális. Igen. Lenne, ha oda kellene járnod, az úgyhogy, biztos. Úgyhogy volt, hogy másfél óra késésem volt, és azt mondtam, hogy ezt már nem így lehet. Nem vállalhatom tovább, meg kellett válnom. Találtunk egy utódot, hál' Istennek, úgyhogy most az iskola már a 25. éve, jövőre, 25 éves jubileumát ünnepli. Évfordulója. És akkor úgy döntöttél, ha nem kell annyit utazni, akkor Cédrus Solymár? Itt Solymár, igen, de ez előbb elkezdődött. Tehát nem úgy hagytam abba a fóti iskolát, hogy akkor semmi. Előtte voltam munkanélküli 2 évig, de ezt akkor már kezdtük építeni. 95-ben volt ez a bizonyos beszélgetés, hogy magyar néptánc érdeklődők. Meghirdettük, hát amennyien szerény módon lehetett, és az első alkalommal összejött 6 gyerek, abból a legidősebb Anna lánya volt Beának, és akkor hát jöttek fiúk, lányok, és elkezdtünk valami fajta munkát. Ez volt azt hiszem szeptemberben vagy októberben, ha jól emlékszem. És aztán a júniusra, tehát az évad végére 80 fős és csoportunk volt már. Jött az érdeklődés, úgy szerepelgettek is már, és akkor látták, hogy hát ilyen is lehetséges, és így duzzadt a létszám, úgyhogy művészeti iskolát alapítottunk, amit először úgy hittünk, hogy művészeti magániskola, aztán kijött
a Pest megyei főjegyzőtől az ellenőrző bizottság, és közölték, hogy arról szó se lehet. Miért? Mert mi itt a helyi jegyzővel engedélyeztettük, ő azt mondta, hogy az így rendben lesz. Aztán kiderült, hogy művészeti iskolát helyi jegyző nem engedélyezett, csak a... Jó, mindegy. A probléma az név, tehát elnevezés, tehát ilyen típusú intézmény nincs, és hasonlók. Azért nem menjünk bele, mert megint mindenkit a gutam, mert elkezd a saját dolgaira gondolni, hogy még mindig borzasztó nehéz bizonyos dolgokat elintézni. És ha azt mondom, hogy egy pályázat, ami most volt nemrégen, most tényleg csak hasonlítésszerűen, mert vannak ilyen pályázatok, most például ugye kazánokra lehetett pályázni, és valami rákerült az internetemre, e-mailjeim közé, megnéztem, ezek nem normálisak. Elrettenti az embert. 142 oldal, ez most csak hasonlítésszerűen, de rengeteg oldal. A bigfa nyelvén írva, ha egy egyszerű ember, akinek csak kazán kellene, és nem akar közgazdász lenni, különösen a jég közé nem akar bekerülni, mint aki ezt az egész szövegezést megírta, akkor a büdös életben nem fog semmiféle pályázatot nyerni, mert a harmadik sornál az, hogy odavágom, hogy ne is lássam. Én ezt meg is tettem, igen. Teljesen is megnéztem, hogy hátra lehet, és nem. Szóval egyszerűen hihetetlen. Nem éri meg. És nem bírunk kikeveredni belőle. 100 000 ígéret már a különböző kormányok részéről elhangzott, hogy a bürokráciát csökkentjük. Én azt látom, hogy ezért növeljük, de biztos más szerencsésebb ember is nem lát ilyen szörnyűségeket. Lehet, hogy nagyon butát és nagyon nehezet fogok kérdezni. Tánclépések közül melyik a legnehezebb? Profi táncosnak. Hát, legalább értjük meg, mikor különböző, táncolunk. Különböző a nehézség az szerint, hogy férfi, nő vagy páros. Na, táncról beszélünk. A férfi. Fordítva kezdjük a nőivel, mert udvarias is vagyok. Önállóan a leányok így egymagukban nem szoktuk táncolni. Ez olyan hagyománya a Kárpát-medencei néptánc hagyományban, hogy ez felülírhatatlan. Tehát, ha valaki egyedül ki akar táncolni, arról meg volt a komoly vélemény. Így van. Viszont kizárólagos szerepe volt a hölgyeknek a húsvéti böjtben való tavaszi különböző leányjáték és táncok, tavaszváró, így van. Ezek szinte az egész területen valamilyen fajta körtánc, tehát karikának. Összeállnak a lányok, szépen fölöltöznek, hogy a fiúk meg is nézhessék őket, de csak nézhetik, és akkor énekelve, táncolva végig mennek a falon, zöldágjárástól kezdve, kisze, bábú, égetés vagy folyóba dobás, ez mind ide tartozik. De ez még nem hangzik olyan nehéznek. Azért már van egy-két karikázóban van nehezebb lépés is, de ezek általában egységesek, tehát hogyha egy karika összeáll, akkor ott nem lehet, hogy az egyik ezt lépi, a másik azt, mert akkor rángatják el. Illetve azt szívesen ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki, hogy lehet, mit tudom én, 30 percen keresztül erőteljesen futni, és közben fenntartani. Énekelni. Igen. Szóval ez azért valami. A nehézség itt van. Teljesen oda vagyok értük, szóval ez a nehézség több, itt mint biológiai csoda. Én rám szokták mondani, hogy ilyen szempontból pervez vagyok, mert 6 perces leány karikázó koreográfiát is készítettem a színpadra. Ja, csak azért, hogy kitoljál a lányokkal. De az az érdekes, hogy élvezik. Ilyen a női természet. Így van. És akkor, hát ilyen fordított sorrendben mondom, a páros táncokban szinte, megint csak azt mondom, az egész Kárpát-medencében elsősorban az a helyzet, hogy a férfi a vezető szerep, ki is húzom magam egy kicsit jobban, és ő irányít, tehát forognak, ezt csinálnak, azt csinálnak, ezt általában a férfinak kell irányítani. A hölgyeknek viszont megvan az a zseniális tulajdonsága, tized másodperc alatt tudnak alkalmazkodni. Tehát tudja, hogy... Már aki én ez. Csak, kell egyfajta kis ismeret, meg összeszokottság, ez kétségtelen, de mikor együtt táncolunk, de még mindig tudja néha azt mondani,
Nem tudod, hogy mit akarsz. Tehát van ilyen. Na most így, páros táncokban vannak könnyebbek, vannak nehezebbek. Általában nehezebbek azok az erdélyi forgatós páros táncok. Tehát ott, ahol mutassunk valamit? Legalább nem tehetem kérni, mert ilyenkor mindig szégyellősek a páros. Ezek a régiesebb páros táncok, tehát kezét fogom, megforgatom, így is, úgy is, amis, tehát sokféleképpen ennek rengeteg variációja van. Itt vannak már olyan nehézségek, hogy a férfinek tudni kell vezetni, tehát mikor indítom el azt a megfordítást, lány pedig tudja követni. A férfi táncok, most tényleg nem akarom a férfi társadalmat egekben magasztalni, de hát a nehézségi fok tekintetében ott van az igazán nagy kihívás, és az az érdekes, hogy lehet egy egészen egyszerű dunántúli cifra bokázó ugrós tánc, vagy itt megint az erdélyi férfi táncok általában jelentik a csúcsot, a legényes táncok, vagy verbunkos táncok, hát ott bizony nagyon föl kell kötni mindent, hogyha az ember igazán meg akarja csinálni. Van kettős a dolog. Egyrészt van egy kötöttség, mert szigorúan a zenéhez kell illeszkedni, így van, és vannak szabályok, azon belül viszont bármikor... Tehát ha a zenéhez illeszkedsz, akkor improvizálhatsz is? Így van, pontosan, tehát sőt, tulajdonképpen az egész dolog improvizatív, avval együtt is, hogy még a legkiválóbb, mondjuk kalotaszegi legényes táncosnak is van egy sémája, ami szerint itt kezdi, aztán ott fejezi be, például, de hogy közben, erre csak egy példát mondok, dr. Martin György néptánc kutató megismerkedett egy magyar mistai kiváló legényes táncossal, Mátyás István Mundruc a ragadvány neve, aki egy nagyon tudatos legényes táncos volt, de az környék tudta, hogy ha valaki, akkor ő. És odáig alakult az ismeretségük, meg barátságuk, hogy ez a Mátyás István Mundruc időnként levélben közölte a Martin Györgyel, hogy te Gyurikám, a legközelebb jössz, emlékeztessen már rá, hogy ezt és ezt a figurát még nem mutattam neked. Most ebből az lett, hogy a Martin György pedig elkezdte cédulázni a figurákat, és elhatározása volt, hogy egy monográfiát ír erről az egy táncosról. Nem tudta befejezni, de most már megvan a könyv, hát ilyen jó vastag, és nekem egyszer azt mondta, hogy mutatott nem tudom hány fiókot, itt vannak a cédulák, 1100 féle motivum volt. Elképesztő. Hát az, ha valaki csak amatőr szinten szereti a táncokat nézni, akkor is látja a változatosságát ugye a magyar táncnak, akármelyik vidékről származik is, határon túlról vagy nem, de szóval egyszerűen ezek a dolgok ugyanúgy, mint a magyar népdalok mindenkit lepipáló száma. Ezek ilyen isteni ajándékok szerintem, ez megmagyarázhatatlan, és hogy milyen ősidők óta húcoljuk magunkat. Viszont el lehet árulni ezt a titkot, vagy egyáltalán meg lehet fejteni, hogy mifajta edzésmódszer kell ahhoz, hogy táncol valaki, és ne köpje ki a tüdejét. Mert ugye az nagyon rossz nézni, hogyha valaki mondjuk ott elterül szegény, és tudom, hogy minden sportágnak most ilyen szempontból ezt is nevezhetjük annak. Megvan a maga titka, hogy lehet felkészíteni valakit tényleg erre, hogy ne ott halljon meg a színpadon. És tényleg, hogy még mellette énekelnek, és ahogy beamondta, ez maga a tökéletes csoda. Tehát erre van egy külön módszer, vagy annyit kell táncolni, amikor már az ember, mint a halálra táncoltatott lány, abba se tudja hagyni. És de most te beszélj. Igazából külön módszer erre nincs, nyilván erőnléti edzéseket is tart az ember, tehát az komoly gimnasztika, bemelegítés előzi meg a próbákat. Ebben vannak olyan gyakorlatok is, amik normál gimnasztikai gyakorlatoknak számítanak, vannak olyanok is, amik kifejezetten tánchoz készítenek elő. Például?
Tehát van egy olyan technika, Molnár István koreográfus volt szintén, nagy előd, és az ő tanítványa volt többek között Martin György is, meg Timár Sándor is. Ő dolgozott ki például egy olyan tánctechnikai rendszert, ami különböző figurákat alkotott meg, és ezek a figurák előkészítenek különböző ugrós. Mindig meg is kell csinálni. Igen, így van. Forgásgyakorlatok, ugrásgyakorlatok, tehát egy csomó olyan dolog, ami segít ahhoz, hogy technikailag meg tudja oldani a táncos azt a feladatot, ami egy-egy táncban adódik. Nyilván a tartás az nagyon fontos, tehát különböző tartásjavító dolgokat csinálunk, illetve tényleg erőnléti edzéseket is, futást és hasonlókat, ugró gyakorlatokat, mert valóban kell, hogy a tüdő, az érrendszer és minden felkészüljön erre a munkára, és a tánc. Egyébként, ha mondjuk a C-dúsba jelentkezik egy gyerek, és oda megy, hogy szeretné itt táncolni, akkor hogy kezditek? Tehát mik azok az alapdolgok, amik az első órán mondjuk a gyereknek meg kell csinálnia? Ez attól függ, hogy melyik csoportba kerül, mert ugye korosztályok szerint, tehát nem úgy van nálunk, nem úgy vannak a csoportok, hogy kezdők, és akkor az összes, mit tudom, 18 éves kezdő is, 2 éves kezdő, extrém példa volt. Egyébként igen, mert van szenior tánc csapatunk is. Az édesmerünk, akkor a 6 évesekkel ott tűnik. Tehát a korosztálya sokkal fontosabb, mert nagyon jól tudnak együttműködni, segíteni egymást. Nyilván egy korosztály az nem egy évfolyamot akar, hanem, mit tudom én, olyan 3-4 évfolyam is belefér. Van egy kezdőcsoportunk, van egy gyerekcsoportunk, egy utánpótlás csoportunk és a felnőtt C-drus. Ez a 4 csoport működik, illetve nekünk még van 2 olyan szenior csoportunk, ahol kifejezetten 40 év fölötti tanulókkal foglalkozunk. Van 40 év alatt is, de igen. De azt még tett hozzá, hogy itt a solymári óvodákban hál' Istennek fontosnak tartják, hogy szintén legyenek az óvodásokkal, és van egy, aki... Hát a legjobb akkor kezdeni, gondolom, hogy ebben nincs is vita. Ez 20 éve működik ráadásul itt Solymáron, és nagy élvezettel táncolnak a picik. Ráadásul az önkormányzat jóvoltából, mert biztosítani tudja a hozzávalót, ezért ott a foglalkozások keretében működik, tehát nem délutáni külön órák, hanem a foglalkozások keretében néptánc foglalkozás van, ahol nyilván elsősorban a játékok zajlanak, énektanulás. Általában a gyerekekkel úgy kezdjük, hogy a bemelegítés az játék. Tehát velük nem gimnasztikázunk, hanem játékokat különböző. De mozgásos jár, futás, párválasztás, sok mindent. És aztán utána kezdődik velük a tánctanulás. Nyilván a legkisebbeknél ott is rengeteg gyerekjáték. És különböző táncelemek, egyszerűbb figurák. Náluk nagyon fontos még az, hogy a zenére táncolás, a ritmika, a ritmikai képzés legyen a legfontosabb. Nagyon sok éneket tanulnak. A gyerekcsoportban már, ott már azért egy kicsit nehezedik a feladat, és ott nehezebb gyakorlatokat is csinálnak. És az utánpótlásban ott már gyakorlatilag úgy zajlik a dolog, mint a felnőtt együttesben. Kezdődik a próba, bemelegítés, gimnasztika, technikai gyakorlatok, és utána a különböző tánctípusok. Hát azt gondolom, hogy hálát adhatunk az Istennek, hogy a táncház mozgalom, ami ugye elindult még valamikor a 70-es években, akkor az odáig fejlődött, hogy ma már Magyarországon erre mindenki büszke. Azon kívül ugye, hogy hallja az ember, egyre többen táncolnak, ha nem is feltétlenül profi szinten, mert nem lehet mindenkiből profi. Viszont itt egy ilyen zárójeles megjegyzés csak, hogy milyen döbbenetes az élet, és hogy tényleg a teremtő az milyen meglepetéseket képes okozni. Hát ti nyilván szintén néztétek a repülőpálát, meg a felszállottapálát, és ott volt az a kis táncos pár, a Jászberényiek közül, nem tudom már milyen Borika, pedig sokáig tudta a nevét, és egy másik községből volt a kisfiú párja, és akkor azok telefonon beszélték meg, hogy mit kell máma gyakorolni, hogy jobban összecsiszolódjanak, és a kislányt én láttam tavaly nyáron, egy csodálatos koreográfiát csinálta a Jászok és a Kunok életéről, Mihály Gábor, aki ugye benne volt a zsűriben is. Lenyűgözően gyönyörű, szóval egyszerűen hihetetlenül szép volt az egész, a szabadtérén adták elő, és az a kis Borika, ez is ottan táncik. Busai. Busai Bori, ez az. És
elképesztő volt a gyereknek a profizmusa, ekkora az egész kölyök egyébként, és gondolom egy év alatt sem nőtt olyan túl sokat, és különböző feladatai voltak a táncon kívül, hogy hol a színpad egyik sarkában kellett ülnie, és akkor onnan indult táncolni. Nem hittem el, hogy ilyenre képes egy ennyi idős gyerek. Az olyan vérprofi volt, mint amit tudom én Rutkai Éváról mesélnek, hogy már 3 éves korában látszott rajta, hogy színpadra termett és kész színész, nem kell szóval tanítani a világon semmire. Úgyhogy tényleg lenyűgöző, amit tud ajándékba adni az Isten egyeseknek, meg hát nekünk is már nézhetjük. Még egyetlen egy dolog, hiszen te rólad talán azért nem tudja mindenki, hogy a táncművészet mellett ennek az ágazatába, mármint a viseletkészítésbe is belekóstoltál, és egyáltalán a ruhatervezésben, mint olyan ma. Én nem tudom, hogy a fenében van ennyi mindenre idő, tehát ezt te biztos tudod. Ezek annyira, úgy érezted, hogy annyira egymásra épülhetnek, hogy kár lenne nem belevágni? Hát ezt is az élet hozta, mindent az élet hozott. Táncos voltam a Bartók Tánc Együttesben, ahol Zolit is megismertem többek között, és Timás Sándor volt az együttes vezető, akkor mi mindketten Timár tanítványok vagyunk. Ugye az ő idejében alakult ki ez a bizonyos táncház módszer, amit Timár módszernek is neveznek, mert Sanyi volt a gyakorlati megvalósítója, Martin György volt, már az előbb emlegetett Martin György volt az, aki a szellemi, illetve az ő kutatócsoport, aki a szellemi hátterét biztosította, annak, hogy ezeket a táncokat meg lehet tanulni egy olyan formában, ami azt jelenti, hogy úgy tanuljuk meg a táncokat, mint egy nyelvet, tehát a motivumokat, a szerkezetét, egészen addig, amíg szabadon improvizálni tudunk táncokat. Tehát, hogyha mit tudom, mi most elmennénk egy Galgamenti bálba, és a zenekar húzna egy csárdást, akkor felállnánk Zolival, és Galgamenti páros táncot, csárdást táncolnánk. Őszintén irigyeljük. Úgy, ahogy ők táncoltak valamikor. De ez annak köszönhető, hogy kialakult ez a módszer. És hát ugye akkor ott az merült föl, hogy autentikus, mondtuk, hogy autentikus, mármint hogy az eredeti néptáncokhoz hasonlóan, illetve annak a szellemében dolgozott a Bartók együttes, és ezeket a táncokat csak úgy lehet színpadra vinni, mert ugye színpadra vinni, erről még nem beszéltünk, hogy az egyik része az, hogy táncház, meg táncpróbák, de a másik része, hogy koreográfiák készülnek. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak, azért is, mert a nagy közönséghez így jut el igazán. Na de hát a... Közbevetőleg jegyzem meg, 18-án el kell színház Cédrus, én sajnos dolgozom, nem tudok elmenni, de azért ez is gondolom, hogy nagyon-nagyon inspiráló nekik, hogy egyáltalán egy ilyen helyszínen fellépetnek. Csillagszemű műsor egyébként, mi meghívott vendégként szerepelünk egy tánccal, és igen, nagyon lelkesen készülnek. Szóval egy szó mint száz, ha színpadra teszünk valamit, akkor ott annak azért vannak törvényszerűségei, feladatai, a zene, a tánc és a megjelenés az mindenféleképpen egységet kell, hogy képezzen, és ha már autentikus táncokról beszélünk, akkor nyilvánvalóan olyan viseleteket kéne hozzá színpadra tenni, amik az autentikus viseleteknek megfelelnek. És hát akkor én elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor a Bartók Együttes először eredeti darabokat gyűjtött be, de borzasztóan sajnáltuk, hogy ezeket a gyönyörű 100 évesnél is néha régebbi darabokat széthordjuk a színpadon. Igen, a próbákon, meg a színpadon. És akkor én elkezdtem azzal foglalkozni, hogy lehet megtanulni ezeknek a viseleteknek a készítési módját, mindent, stílusát és mindent tudni róla, a díszítését, a szabásvonalait, stb. És ezekből úgy alkotni új ruhadarabokat, amik a színpad törvényszerűségeinek meg kell, hogy feleljenek, tehát gyors öltözéshez alkalmas, mosható, mert föl lehet venni, le lehet, mosható, nem nagyon kell vasalni, és hasonlók, és hát akkor szépen elkezdtem először szétszedni az eredeti darabokat. Jártam Erdélyben rengeteget, és akkor a Feketetói vásártól kezdve mindenhonnan Kalóz Zoli bácsitól kaptam nagyon sok darabot, akkor ezeket így szétszedtem, a szerkezetét megpróbáltam megtanulni, és aztán eljutottam odáig, hogy igen, nagyon szép, nagyon jó, hát azt még meg tudom csinálni, amikor egyenes darabokból készültek ugye a legkorábbi ruhák, ahol mindenféle ráncolással, hajtogatással próbálták a kívánt méretre alakítani őket. Tehát jött ez az időszak, amikor már szabott ruhadarabokról beszélünk, felső részek, mellények, stb.
És hát azért ehhez már az nem elég, hogy szétszedtem, mert hát ott még többet kéne tudni. De közben azért készültek ruhák, mert ugye az együttesnek is szüksége volt rá. Először a Bartok együttesnek, aztán egyre többen jöttek, felkérések érkeztek, pályázatokon vettem részt, díjakat nyertem. Egészen addig, hogy az Állami Népi Együttesnek is két műsorát én terveztem, mint ruhatervező. És akkor a Könnyipari Műszaki Főiskola, akkor most Óbudai Egyetem, oda mentem el egy ilyen felsőfokú ruhaipari mérnök képzésre tulajdonképpen, ahol szerkesztést, modellezést és ruhatervezést tanultam, és gyakorlatilag akkor vált igazán szakmaivá a dolog, tehát a tánc pedagógus diplomám mellé egy ilyen képesítést is szereztem, ami arra tett alkalmassá, hogy modellezni tudjam ezeket a darabokat, tehát ha meglátom a viselet darabot, akkor a látvány alapján is azonnal beugrik, hogy tulajdonképpen meg tudom csinálni, szerkeszteni és modellezni tudom a darabokat. Hát gratulálunk hozzá, mert az nem járt úgy, mint a Hályok Kovács. Igen. Hát akkor egyetlen egy kérdést még, és rövid válasz, mindig gondolkoztam, hogy mi adja az inspirációt adott esetben egy koreográfiához, és akkor arra kellett rájönni, hogy minden. Hát igen, bármi. De legtöbb, neked leginkább? Legtöbb esetben valamilyen zene. Tehát, hogyha meghallok egy jó zenét, és ez nem feltétlenül népzene, bármi lehet, és akkor arra elkezd az ember agya dolgozni, járni, motoszkálni, és aztán van, amikor, mit tudom én, hetekig, hónapokig ezen gondolkodik az ember, és próbálgat különböző formulákat, és van olyan, amikor hát úgy, maga a táncanyag tanulás az ugye ment egy ideje, de éppen egy műsor kapcsán, ami hétvégén volt vasárnap, előtte utolsó szerdai próbán, na, gyertek, most megcsináljuk a koreográfiát, és hát nagyjából másfél órát kész volt. De jó, azért, mert előtte már annyira benne voltak a táncanyagban, nekem is jöttek az ötletek, kialakult, és akkor onnantól kezdve már könnyen működik a dolog. És akkor a gyerekeitek, amikor kicsik voltak, biztos mondták, hogy nem mehetünk be, mert apa ott táncol magába a szobába. Nem, ez otthon nem nagyon volt. Ha hol volt akkor? Igazán, hát próbateremben, mert többnyire vittük őket, és aztán ezért a kisebbik lány Flóra az óvodába, mikor kérdezték, hogy és mit csinál az apukát, azt mondta, hogy ugráfus. Ugráfus? Igen. Hallom, hogy koreográfus, de semmi jelenetet, viszont azt látta, hogy ugrál. Egyébként ehhez kapcsolódom az előző témához is, amikor fölálltunk bemutatni a táncot, hogy ez azért nálunk, ugye a házasságunk kapcsán elég gyakran előfordult, hogy este lefekvés után egyszer csak azt mondja Zoli, hogy jaj, gyere csak gyorsan, nézzük csak meg a Galgamentiben, hogy is van az a figura. És akkor kipattantunk az ágyból, és a szoba közepén táncra perdültünk. És egyébként a gyerekeink is, tehát az, hogy ők táncolnak, ez nem azért van, mert bunkos bottal jártunk mögöttük, és kényszerítettük őket, hanem hát, annyira beleszülettek, és ők is ott voltak velünk, részt vettek mindenben, hát, ha otthon gyakoroltunk, akkor... Mint oly sokan, nem kellett nyilván annyit killódnia. Na, akkor most nekiállunk, és az összes falágunk megtanulunk. Ez nem volna rossz, bár a Hilda borral készült, és az lehet, hogy megkönnyíti majd igen a tanulást, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.